Franc, kívánok! Ismeri a családot, ahol történt a gyilkosság? Tudja, hogy mi történt? Voltak az elődje is, meg a nagyon, a dein nagyapja, meg bíró. Egy jó művű családról beszéltünk, igaz? Itt a mellette lévő nagyházad a fiújé? A nagyapja teljes volt brigádás. Az apja egy autószerelő volt, akit már most hallom. Az helyes az információ, ez a fiú már ezelőtt egy pár évvel Kisvárdán elkövetett egy gyilkosságot? Igen, igen. Jobban ez egy penyeszlik ki el. Ott a barátnőjét ölte meg? Azt, igen, igen. Mióta van itthon a fiú, mert egy gyógykezelésem volt? 4-5 éve körül. És azóta, hogy itthon volt vele probléma, vagy ilyesmi? Semmi. Jó, nem is nagyon látunk, az utcára lejött így. Utána felment gazdálkodtak. Itt azt mondják a környékbeliek, hogy előtt a fiú még kivitte a metszőket a kertbe dolgozni, utána hazajött, és akkor történt meg a tragédia. Na, azt nem tudom, mert most jöttem, egy Tiszabergében voltam, de ő nem legyen fúszalom, hogy megölte az apját. Megdöbbentek, gondolom. Hát, hogy. Nagyon rendes volt. Rendes család volt? Az. Nem italoztak, rendezett körülmények között hát éltek. Hát, az a gyümölcsös volt neki sok. Több kiszúrással végzett édesapjával otthonában az a 36 éves tornyospálcai férfi, akit a rendőrök a bejelentést követően azonnal elfogtak. Ellene a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság emberölés büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Kihallgatása jelenleg is folyamatban van. Valós ez az információ, hogy ez a fiatalember már követette erőszakos cselekményeket? Volt korábban ellene büntető eljárás folyamatban, de a nyomozás érdekére készítette a bűnök tájékoztatást.